Sárospatakváros számos területén okozott gondot a tavalyi csapadék. A kispataki város részen is számos utca került víz alá. Ott, ahol korábban volt árok, az évek alatt felelőtlenül betömték azt. Másoknak pedig komoly gondot okoztak ezzel. Gazdálkodás miatt valamikor volt árok, de tavaly megállt az utca végén a víz, ez több lakónak problémát okozott. Egy pár éve épült ház az úgy körbe volt zárva vízzel, hogyha nem terepjárója van a fiatal hölgynek, akkor a kicsi gyerekkel nem tud orvoshoz menni, vagy nem tud kiközlekedni. Az árok helyreállítását már ősszel elkezdték, ám a munka félbe maradt a télbeálltával. A Nyíri utcán kézzel ásnak a dolgozók, akár csak a Csepeltó mellett. Most Kispatakon jelen pillanatban a Csepeltó kerítésének a szelvényében, ahol körbe van kerítve a Csepeltó, ott géppel nem tudunk bemenni, ott egy másik brigád ugyanígy ássa az árkot, és így már összekötöttük a Gárdonyi utcát, aki úgy tudja a Vajdácskára menő utat a Dorkói úttal. Tehát folyamatosan árokkal pótoltunk egy olyan régen kiásott árkot, amit annak idején a téglagyár idejében még nap mint nap használtak. A Nyíri utca lakói szerint árok nélkül még szivattyúzni sem tudták hova a vizet. Végül is már nagyon jó lesz, mert tavaly is az udvaron állt a víz. Végül is, mert se a talajvíz, nem az, hogy a talajvíz, de még csapadék is se tud elmenni, nincs árok egyáltalán. Szóval se elől nincsen, se itt nem volt. És már legalább ez meg lesz, akkor fogjuk tudni, hova nyomatna a vizet, hogyha pincébe bemegy, mert ugyanis itt van pince, még most is elvenne a víz. A kispataki képviselő arról is beszámolt, hogy az Árpád utcára az ígéretek szerint visszatér a közútkezelő. Az Árpád utcán a közút ásta ki, itt még a lakók jelezték, hogy több helyen az átereszeket ki kell takarítani. Ígéretet kaptunk erre a közúttól, hogy ez az éven meg fog valósulni, és hogyha az éven megint megkapják ezt az árokásó gépet, akkor a Gárdonyi utcán is elindul az az ároknak egy részének a kiásása, ami megváltás lenne a Toldi utca számára. A kommunális szervezetnél azt is megtudtuk, az árkok felmérése már megtörtént, a karbantartások fokozatosan elkezdődnek.